5, 4, 3, 2, 1. Sok szeretettel köszöntöm kedves tévénézőinket a 2018. november 20-ai testületülésünk rövid összefoglalóját tekintetik meg az elkövetkezendő percekben. Először is ismertetném a napirendi pontjainkat. Első pontban a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatót ismertetem. Kettes pontban az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, a helyi adóból származó bevételek alakulásáról szóló tájékoztatót tárgyalta a képviselőtestület. Hármas pontban a polgármesteri hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalta. Négyes pontban a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására került sor. Ötös pontban a szociális célú tűzifa helyi támogatásáról szóló rendeletet alkotta meg a képviselőtestület. Hatos pontban az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletet módosította a képviselőtestület. Hetes pontban indítványok bejelentésekre került sor, és ezt követően pedig zárt ülést rendelt el a képviselőtestület, ahol a Bursa Hungarika pályázatokat bírálta el. Első napirendi pontunk a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztató. A képviselőtestület ülésen minden képviselő jelen volt, így határozatképes volt a képviselőtestület. A legutóbbi testületülésünk október 30-án zajlott. Ekkor többek között döntött a testület a helyi adómértékek és egyéb díjak felülvizsgálatáról, a közmeghallgatás tartásáról, Sajóbábony város helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadásáról, a karácsonyi csomag készítéséről a sajóbábonyi lakosok részére, vagyonbiztosítási szerződés meghosszabbításáról, illetve módosításáról, mezőgecse település támogatásáról, műfüves sportpálya használati szabályzatának elfogadásáról, Sajó-Bódva völgye és környéke hulladékkezelési önkormányzati társulás megállapodásának módosításáról, a szociális célú tűzifának a szállítására vonatkozólag szerződést kötött egy vállalkozóval az önkormányzat, gumiburkolat megrendelésére biztosított pénzügyi keretet a testület Mikulás csomag készítéséről, illetve ennek pénzügyi fedezetéről döntött a testületünk, karácsonyi díszvilágítási eszközök beszerzéséről döntöttünk, valamint zárt ülésen fiatalok első lakáshoz jutó támogatásának jóváhagyásáról, valamint elutasításáról is döntött a képviselőtestület. Ezen kívül a legfontosabb rendezvényeket ismertettem a kedves jelenlévőknek. Így többek között beszámoltam arról, hogy már hál' Istennek hagyománnyá vált, hogy az Életmód Klub minden évben, a Harmónia Életmód Klub minden évben egy rendezvénysorozatot tart a lakosság részére, illetve most már nem csak a lakosság részére, hanem ugye a Sajóbábonyon túliak és látogathatnak bizonyos rendezvényeket. A Harmónia Életmód Klub ebben az évben ünnepli 10 éves fennállását, és a rendezvénysorozatot e köré szervezett. Az Életmód Klub ebben az évben is nagyon hasznos és népszerű programokat állított össze. Én azt gondolom, hogy szinte a teljes korcsoportot, a teljes lakosságot átölelte, és gratulálok a szervezőknek, valami minden egyes tagnak is, további sikeres tevékenységet kívánok az elkövetkezendő 10 évbe. Elszármazottak találkozóját kívánja megrendezni majd hamarosan az önkormányzat a településen. Ez első alkalommal kerülne megtartásra. Célunk az, hogy a korábban Sajóbábonyban élők, ide kötődők, akik itt dolgoztak, újra visszatérjenek a településre, betekintést nyeressenek abba, hogy a település milyen változáson ment keresztül, valamint egy vendéglátás, illetve egy rendezvény keretében pedig köszönetet tudjunk nekik is mondani. Műfüves pálya átadása kerül sor november 29-én, csütörtöki napon, ahol az SVS-e öregfiúk csapata, a DVTK öregfiúk csapatával mérkőzne meg, valamint kisebb kiegészítő programok várhatóak még ugyanezen rendezvény keretében.
Mikulás ünnepségre 2018. december 5-én kerül sor majd az iskola tornatermében. Korábbi év gyakorlata alapján a 2-től 12 éves korig várjuk majd a gyermekeket erre az ünnepségre, viszont Mikulás csomagot az 2-től 16 éves korig lehet majd a gyermekeknek igényelni. Itt, hogyha valaki nem tud ugye az ünnepségen vagy az iskolai időben jelen lenni, akkor ezt a későbbiek folyamán a művelődési házban tudja átvenni ezt a Mikulás csomagot. Adventi ünnepség sorozatunk is már véglegesedett, ez ugye meghirdetésre került minden média felületen, amelyet az önkormányzat biztosít. Valamint az advent ünnepség sorozathoz kapcsolódik ugye a karácsonyi koncert, ugye ez is egy régebb óta bevált gyakorlat. Ebben az évben a református templomban kerül megrendezésre ez a koncert, ahol Vásári André énekes művész fog majd fellépni, szórakoztatja a nagy érdemű közönséget. Egy kellemes hírről is be tudok számolni, a Rezeda Népdalkör egy területi, térségi minősítési versenyen vett részt, ahol kiváló minősítést kapott, és így jogot szerzett arra, hogy az országos minősítő versenyen is elindulhasson. Gratulálok nekik, én azt gondolom, hogy ők is évről évre egyre jobban fejlődnek, illetve ez meglátszik a szerepléseiken is. A napirendi ponton belül egyéb fontosabb információ már nem hangzott el, és ezt a képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta. Kettes napirendi pontunkban az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a helyi adóból származó bevételek alakulásáról szóló tájékoztatót tárgyaltuk. Ezt a pénzügyi bizottság tárgyalta, és 3 igennel javasolta elfogadásra. Itt megállapításra került, hogy igazából minden adónem tekintetében 90%-os értéket ért már el a polgármesteri hivatal, illetve van olyan adónem, ahol már a 100%-ot is, a 100%-os irányzatot is sikerült elérni. Azt hiszem, hogy az adónemek tekintetében, illetve a bevételeink tekintetében nagyon sokan irigykedhetnek ránk, hiszen az önkormányzat hosszú évek óta biztos lábakon áll, és próbáljuk is megbecsülni ezeket a bevételeket, illetve próbáljuk olyan észszerű fejlesztésekre fordítani, azon kívül, hogy az önkormányzati dolgozók munkáját is elismerve, ugye folyamatos béremelést tudtunk megvalósítani az elmúlt időszakban. Érezzék azt a vállalkozók is, az itt működő vállalatok, hogy észszerűen használjuk fel ezt a jelentős összeget. Köszönetet kell, hogy nekik is mondjak, hiszen nélkülük az önkormányzat nem lenne képes ilyen beruházások megvalósítására, és örülök neki, hogy minket választanak, és továbbra is kitartanak a településen, hiszen azt látjuk, hogy a települések között is óriási konkurencia van a meglévő és az új vállalatoknak az elcsábításában, és hál' Istennek ebben is nagyon jól állunk. A napirendi pontot a képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal fogadta el. Hármas napirendi pont szintén kapcsolódik a polgármesteri hivatalhoz, hiszen ez nem más, mint a 2018. évi munkájáról szóló beszámolója a polgármesteri hivatalnak. A napirendi ponton belül jegyzőasszony részletes tájékoztatást adott arról, hogy milyen sokrétű munka folyik a hivatalban, és betekintést nyerhetett mindhárom bizottság abba, hogy milyen kihívások elé állította a 2018-as év a polgármesteri hivatalt, ugye mind az újabb informatikai, illetve elektronikus rendszereknek az átállása kihívás elé állította a polgármesteri hivatalt, de azt gondolom, hogy a számos pályázatnak az előkészítő munkája, valamint ezeknek a nyomon követése is szintén jelentős feladatot ró a hivatal munkatársaira, de remekül helytállnak. A bizottságok, mind a három bizottság egyhangulag javasolt elfogadásra a képviselőtestületnek. A testületülésen elhangzott a képviselők részéről, hogy köszönik a magas színvonalú hivatali munkát, illetve jegyzőasszony pedig megköszönte azokat a kiváló munkakörülményeket, amelyet az önkormányzat és ezen belül a képviselőtestület teremtett meg a hivatal munkatársai számára, hiszen így a magas színvonalú munkát tudják megfelelően ellátni. A képviselőtestület ezt a beszámolót 7 igen egyhangú szavazattal fogadta el. Négyes napirendi pontban a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására került sor. Ez azért volt szükség, mivel az egyik beadott pályázatunk, ez egy EFOP-os pályázat, amely konzorciumban valósul meg a Pitty-Palattyvölgyi településekkel,
Itt ez egy közel 250 millió forint értékű pályázat, amely hosszú, közel 4 éven keresztül valósul meg majd a településeken, részben képzésekből, valamint oktatásokból, rendezvények megtartásából és kisebb jelentőségű infrastruktúrális beruházásból, eszközök beszerzéséből áll össze ez a pályázat, és ennek a pályázatnak csak egy részét érinti a közbeszerzés, ennek az összértéke, amelyet a közbeszerzés érinteni fog, ez egy közel 55 millió forintos összeg, és ezt az összeget módosítanunk a 250 millióról 55 millió forint környékére közbeszerzési tervünkben, és ezt a módosítást a pénzügyi bizottság 3 igennel javasolt elfogadásra, a képviselőtestület pedig 7 igennel elfogadta a napirendi pontot. 5-ös pontunkban egy olyan napirendi pontot tárgyaltunk, amelyet már a korábbi testületülésen is részben érintettünk. Ez a szociális célú tűzifa helyi támogatásáról szóló rendeletnek a megalkotása. A legutóbbi testületülésen ugye arról döntött a testület, hogy felhatalmazza a jegyzőasszonyt, hogy megalkossa azt a rendeletet, amely alapján majd a beérkezett kérelmeket a képviselőtestület el fogja tudni bírálni, és ugye ez egy nagyon fontos változás, hogy mi korábban egy bizottság tárgyalta és bírált el a véleményeket, ebben az évben már a teljes képviselőtestület vesz részt majd ezeknek a kérelmeknek az elbírálásában. Mindhárom bizottság javasolta elfogadásra a képviselőtestületnek ezt a rendeletet. A kérelmeknek egyébként a beérkezési határideje az 2018. december 5-e, 4 óra, szerda. Ez egy szerdai napra esik, és én arra szeretnék kérni minden érintettet, hogy ezt a határidőt szigorúan tartsa be, hiszen ezt követően nem áll módunkban már a újabb kérelmeket befogadni, illetve azokat elbírálni. Az, hogy a pontos elbírálás mikor fog megtörténni, természetesen ez a nagyban függ attól is, hogy mikor tudják majd a polgármesteri hivatal munkatársai feldolgozni a kérelmeket. A testület azon lesz, hogy ez minél hamarabb és lehetőség szerint decemberben megtörténjen, de egyébként a jogszabály 2019. február 15-ig ír elő kötelezettséget, ami azt jelenti, hogy addig kell ezt a szociális célú tűzifát kiosztani. Én azt gondolom, hogy addig eleget is fog tenni az önkormányzat ennek. A napirendi pontot a képviselőtestület 7-igen egyhangú szavazattal elfogadta. 6-os pontban szintén egy rendeletnek a módosítására került sor. Ez az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet. Ugye az ezt megelőző képviselőtestület ülésen a képviselőtestület módosította az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó díjakat. Ezt akkor határozatba foglalta, az érintetteket erről jegyzőasszony írásban értesítette. Ezek a változások 2019. január 1-től következnek be, és mivel a rendeletünket is módosítani kell, ezért ezen a testületülésen került sor. Mindhárom bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolta az elfogadását, a képviselőtestület pedig 7-igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontot. Utolsó napirendi pontunkhoz érkeznénk, ez nem más, mint az indítványok bejelentések napirendi pont. Itt ugye többek között olyan indítványok és bejelentések is tárgyalás alá kerülnek, amelyeket bizottságülésen már érintettünk a képviselőkkel. Ebből az egyik legfontosabb az óvoda zárva tartása, a téli zárva tartása. Korábbi évek gyakorlata alapján az óvodavezető asszony Juhász Judit most is felmérte a szülői igényeket, hogy a szülők többségének mely időszak felelne meg a legjobban, illetve egy olyan karbantartási munka elvégzése miatt, amely halaszthatatlan a téli időszakban, a székhely óvodánk várhatóan tovább lesz zárva. Ez attól függően tesszük majd nyilvánvalóvá, hogy mikor sikerül befejezni ezt a munkálatot. A zárva tartások az alábbiak szerint alakulnának. A tagovoda az 2018. december 27 és december 31 között lesz zárva, január 2-án fog nyitni. A székhely óvodánk december 27-től január 4-ig lesz zárva, és január 7-én fog nyitni. Természetesen abban az esetben, hogyha olyan szülő jelentkezik óvodavezetőasszonynál, olyan dolgozó szülő, aki nem tudja megoldani a gyermekének az elhelyezését, akkor lehetőséget fogunk biztosítani neki a tagovodában is. Mindhárom bizottság javasolta elfogadása ezt az indítványt, és a képviselőtestület 7-igen egyhangú szavazattal elfogadta ezt. Felelősségi rendet kellett meghatározni a képviselőtestületnek egy EFOP-os pályázattal kapcsolatban. Ez szintén egy konzorciumi pályázat, amelynek a vezetője Mezőcsát város önkormányzata.
Ennek tagja a konzorciumi tagja a Sajóbábony város önkormányzata. Itt a képzések, illetve a rendezvények megtartása tekintetében egy olyan felelősségi rend alakulna ki a pályázaton belül, hogy a képzések tekintetében a Mezőcsáti polgármesterasszonyt ruházná fel döntési jogkörrel a konzorciumi tagok, míg a rendezvények tekintetében a konzorciumi tagok képviselő testületei megbízzák a polgármestereket, és a polgármesterekből álló bizottságok fognak dönteni a rendezvények tekintetében. Ezt a bizottságok, mind a három bizottság javasolt elfogadásra, és a képviselő testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta. A sportegyesület elnöke Ronyász Norbert a bizottsági ülésen azzal arról tájékoztatta, illetve azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az újabb TAU-s pályázatát támogassa az önkormányzat az egyesületnek, amely a pályavilágítás kiépítését, valamint a meglévő füves pályának a rekonstrukcióját tartalmazná. Ennek az önereje 2.250.000 forint lenne összesen. A támogatásról a képviselőtestület 6 igen és 1 nem szavazat ellenében biztosította az SVSE egyesületét. Ismertettem az első napi rendi pontban, hogy a korábbi testületi ülésen a Kárpátai Mezőgecse települést választotta önkormányzatunk, hogy támogatni kívánja abban a felhívásban, a Rákóczi Szövetség részéről eljutatott felhívásban, ami azon magyar szülők gyermekeit kívánja támogatni, akik gyermekeiket magyar nyelvű iskolába iratja. Ennek az összege az önkormányzat részéről 100.000 forint lenne. Ezt a döntésünket oly módban kell módosítanunk, hogy Mezőgecse helyett Homok települést fogjuk támogatni. Ugye ők testvértelepülésünk is, hiszen Mezőgecsét már egy másik magyar település támogatta, így okafogyottá vált a támogatás, hiszen ennek az a lényege, hogy minél több magyar település támogasson minél több kárpátaljai települést. Homok települést viszont más magyar település nem támogatja, így már minden akadály elhárult, hogy megkössük ezt a támogatási megállapodást. Mindhárom bizottság javasolta elfogadásra az indítványt, a képviselőtestület pedig 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta ezt az indítványt. Jegyzőasszony rendeletmódosítást, illetve rendeletalkotási indítványal élt a képviselőtestület felé, intézményi térítési díjnak a megállapítását kérte az óvoda bölcsőde tekintetében, ugyanis ugye ettől az évtől, szeptember 1-től működik a településen egy mini bölcsődei csoport, és az itt jelenkező térítési díjat indítványozta, hogy az önkormányzat vállalja át magára, illetve biztosítsa az idejáró bölcsődei korú gyermekek részére, hiszen az önkormányzatnak az a célja, hogy addig, amíg nem épül meg az új bölcsőde a településen, addig se vigyék el a gyerkőcöket, a bölcsődekorú gyerkőcöket a szülők a településről, más település bölcsődéjébe, hanem biztosítsunk lehetőséget egy kisebb csoportban, hogy átmenetileg ide tudják járatni a gyerkőcöket. Ezt a rendeletet a pénzügyi bizottság 3 igennel javasolta elfogadásra, és a képviselőtestület pedig 7 igennel szavazattal egyhangulag elfogadta. Indítványok bejelentésekben utolsó indítványként szerepelt részemről a 2018. évre betervezett jutalomnak a második félévi jóváhagyása. Ezt ugye a képviselőtestületünk egy plusz félhavi jutalom keretösszeggel megemelte az intézmények tekintetében, amelyekről majd az intézmény vezetők differenciáltan tudnak dönteni munkatársaik tekintetében. A képviselőtestület ezt a jutalomkeretet 7 igen egyhangú szavazattal hagyta jóvá, valamint döntött a polgármester jutalmazásáról is, amelyet 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodom szavazat mellett elfogadott a képviselőtestület. Ezen kívül 2 közérdekű információt osztottam meg, amelyet azt gondolom, hogy minden média felületen meg fogunk jelentetni. Ebből az egyik legfontosabb az EMKK-nak a változtatásai, vagy ugye köznyelven szólva a Borsod-Volánnak a változtatása, amit a településünket is érinti. Ez nem feltétlen a Miskolc-Sajóbábony, illetve a Sajóbábony-Miskolci útvonalat érinti, hanem a Miskolc-Kazincz-Barcika, illetve a Varbó-Sajóbábony vonalat érinti, hiszen a Kazincz-Barcikára közlekedő buszok közül is volt olyan, amely becsatlakozott az településre. Itt a Volánnak a részletes tájékoztatását közé fogjuk tenni mindenhol, hogy erre időben fel tudjanak készülni azok a személyek, akiket érint ez a változás. Egyébként december
elején várható ennek a változásnak a bekövetkezése. Valamint a takarékszövetkezet tekintetében is úgy gondoltam, hogy meg kell szólalni az önkormányzatnak. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben is üzemeljen takarékszövetkezet a településen. Felvettük a kapcsolatot a takarékszövetkezet vezetőivel, és én kértem arra, hogyha van bármilyen esély arra, hogy ez a jövőben újra induljon, akkor természetesen mi nyitottak lennénk erre a kezdeményezésre. És abban az esetben viszont, hogyha ez nem valósulna meg, akkor pedig ugye képviselő indítványt tett Bencs Gábor képviselő úr, hogy az önkormányzat vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ezt az ingatlant vásárolja meg. Indítványok bejelentése napirendi pontban képviselőtársaim is szót kértek. Bencs Gábor képviselő úr kérte, hogy a műszaki ellátó szervezet vezetőjét Böszörményi János számoljon be az elmúlt időszak munkálatairól. Itt ugye a csoportvezető beszámolt arról, hogy helyreállították, illetve újjávarázsolták a lakótelepi buszmegállót. Itt azonban még a fejlesztés nem ért véget, még kisebb, apró csinosításokat szeretnének megvalósítani. Befejeződött a levendulának a körbekerítése és ugye az ültetése, így az őszi időszakban ez is rendben lezajlott, valamint időközben ugye nemesített bodzákat ültettek, közel 50 darab bodza lett elültetve. A református útnak, a földútnak az elkészítésébe is hozzákezdtek, ennek még azért a befejezése még várat magára. A műfüves pályának a teljes körű világítás kialakítását az önkormányzat saját munkatársai végezték el, ez is befejeződött. Képviselő úr kérte azt, hogy a kuborkutyák tekintetében jegyzőasszony kérte, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy mikor lehetne egy újabb befogást kezdeményezni azzal a céggel, akivel ugye az önkormányzatnak megállapodása van. Ezen kívül Csóka Károly képviselő úr kért szót, jelezte azt, hogy a gyár előtt található részen, ahol a buszmegálló is található, a világítás több helyen már nem működik, és ezt vizsgálja meg az önkormányzat. Valamint az Ófaluban, a Kossuth utcán egy vízvezeték, feltehetően vízvezeték csőtörést jelzett, amely már húzamosabb ideje fennáll, és az IRV erre nem reagált. Egyébként azóta ezzel kapcsolatban már az IRV munkatársaival egyeztettem, és ez várhatóan hamarosan napokban megtörténik ennek a problémának az elhárítása. Ilyet Sándor képviselő úr azt szorgalmazta és kérte, hogy a KPM munkatársaival vegyük fel a kapcsolatot, hiszen a Sajóbábonyra tartó bekötő útnak az állapota hagy némi kívánnivalót maga után, hogy ez egy folyamatos visszatérő probléma, az út befelé tartó szakasza bizonyos helyeken teljes mértékben megsüllyed. Én remélem, hogy ennek a javítását a jövő év elején el fogja tudni végezni majd a KPM. Valamint Rontó András képviselő úr kért szót, aki nehezményezte, illetve kérte azt a lakosoktól, hogy a zöld hulladékot ne égessék, hiszen ezzel nem csak másoknak, hanem saját maguknak is kárt okoznak, illetve károsítják a környezetüket. Én is értetlenül állok ezek a cselekménye előtt, hiszen a településről elszállítja ingyenesen a hulladékszállító a zöld hulladékot, várhatóan már a jövő év első felében pedig a családi házas övezetben a zöld hulladék tárolására alkalmas hulladékgyűjtő edényzetet fogunk tudni majd kiosztani. Én bízom benne, hogy meg fog szűnni, vagy legalábbis drasztikusan csökkenni fog ennek a cselekménynek a jellemzésem, vagy a jellemzője itt a településem. A képviselőtestület ülésen egyéb indítvány bejelentés érdemi információ már nem hangzott el. A következő testületülésünk, amely egyben a 2018-as év utolsó testületülése lesz, ez 2018. december 11-én lesz, szintén egy keddi napon 10 órakor. Én akkor is mindenkit sok szeretettel várok, akár ide a Városháza dísztermébe, vagy pedig a tévénézők, vagy a tévéképernyő elé. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, további szép napot kívánok!